Jó lesz lecsúsa, na, mi van, mondjad? Jó napot kívánok, a Kroda BT-től telefonálok az ügybe, hogy az orosz tulajdonos tudni szeretné, hogy az egy hónapja kiállított és önöknek elküldött számlát mikor tudnánk kifizetni. Most penyeget? Ne kakaskodjál itt nekem, kis sávó! Hát miről be ilyen orosszal jössz itt nekem? Mondd meg a gazdádnak, hogy ki lesz fizetve, vagy tudod mit? Akkor játsszuk így a fenyegetőző, játsszuk így, én ukránokat ismerek. Végesek van, úgy meg lesznek baszva, hogy az hogy nagyó végetek van teljesen. Engem akartok befenyíteni az orosszal, bocskodtok? Milyen is az orosz? Hát olyan orosz? Az orosz? Az egy állat. Ha találkoztál valaha igazán belevaló, olyan kiáll mindenkiért, de valójában egy vérszemes madár. Én is rájöttem, hogy oroszok körzeteni nagyon komoly, mert biztos pénz. De viszont egyben nagyon nagy rizikó. Tehát ott már közrejátszik az, hogy az ember él, hogyha... Hát, mondjuk rá, félek, ja. Nem is azért, mert orosz. Nem azért, mert orosz. Én magyar vagyok, azért nem félek. Tehát nem az, hogy az orosz, az eleve, akinek nem tetszik, az így orosz, nem tetszik az ember feje, akkor az út igazítást tesz. Fogja és szépen elrakja útból. És én örülök ennek, hogy ez nem jött össze. Tehát végülis én így megúsztam, hogy szárazon épőrrel, sok pénzzel mondhatni. Bár a suskát most nem tudom bebizonyítani, de megvan az üzlet. Szóval megtörtént az a lényeg. És ennyi. Bementünk a szórakozó helyre, ott németeket köpködött természetesen, és utána, amikor összeverekedtünk velük, mert hogy az előfordult igen sűrű, akkor a kiérkező rendőröknek mondta az orosz, hogy a skinheadek megtámadtak minket, Úristen, a személyes skinheadek, és mondta a rendőr, hogy igen, láttam, hogy kitámadott meg kint, mindenki fetrengette földön, egyedül mi álltunk, és mikor bevitték az orosz a rendőrök, akkor már csak azt mondta, hogy igen, de akar, hogy mit tudja ki az a bán. Olyan a csábú halott, úgyhogy lehet szeretni. Az oroszt is lehet szeretni. Értesz? Na, jó van, jó szórakozás, kisgyerek, az a szarhoz, szív beledétőre boldog, jó? Ő aztán nem szarakodik. Félek a ajánlító! Nem inkább egy ócska kis strici? Együtt laktunk. Pár hónapja, fél évig együtt laktunk. Érdekes egy ember. Ő meg a barátnője. Nagyon-nagyon durva. Hihetetlen, egy papucs. Az orosz az egy papucs. De így ő a papucsok gyöngye. Papucsok papucsa. Hogy miért, azt nem tudom. Nem tudom. Szerelmes hülyeség. Megismerkedtünk, és még aznap este hazavittem. És azóta milyen az életem? Szar, oroszul lesz. Semmi más nem akarnék tőle, csak azt, hogy a nagy semmi közepén végre együtt végezzünk, de kurvára. Nem vagyok jó véleménnyel az oroszról. Szeretnék jó véleménnyel lenni. De én úgy gondolom, hogy az orosznak csak játékszerek kellene. Mindent neki köszönhetek, hála Istennek, jó. Ez is orosz. De mondjuk nem volt olyan vele. Kőkemény csávó. Alanyjával értelmetőleg tudod, jó fej, nagyban is üti ilyesmi, de aztán már meg dolgokat. Emesen nem bejelentkezett, soha nem szokott, meg is lepültem. Mondta, hogy kellene ünnepeket vízzuk, és akkor ugye szét nem volt a Törökországban talán, voltam, de tök szép fel, meg tök jöttek az embereknek, nagyon, meg miért? Hát nem tudsz venni aranyat? Mert meg te hülye vagy, bazd meg, tudod, mikor volt ez biznisz? 20 éve, amikor apámnak kimentek bőrkabátért, akkor bazd meg, nem most. Egyszer adtam neki kölcsönpénzt, de nem adta meg azóta sem. Nem,
Néha összefutottunk, de inkább kerültem kapcsolat. Mert berezeltem kicsit. És hát nem is féltem tőle, csak hát pénzt sem értem visszakérni tőle az igazság. Lehet meg is adta volna, de nem tudom. Az óriás barátságnak meg ott lett vége, hogy mondta, hogy tuti bizniszon természetesen, mint ahogy ő mindig tudott, hogy tuti bizniszt. Az egésznek az lett a vége, hogy még az autómat is el kellett adni, és mikor mentem volna a pénzért, akkor már hamburgert árult valamilyen piacon. Úgyhogy így az orosznak meg az én kapcsolatomnak itt lett cudar vége. Megoldja ezt az élet. Что я им сделал? Я не понимаю, почему они говорят, какие, почему? Я не понимаю, что я могу сделать, кто эти люди? Hogy ott maradják, kezded el gyűjtögetni a csapatodat, jó, mert ha megjön a gidám a szekére, akkor elvegyek, érted? A beton, nézzék ki, nem ő jött? Itt ő van itt, úgyhogy most beszállunk a kocsiba, elmegyünk, érted? És mi megbeszéljük a számlát, jó? Az orosza meg veled is, ott meg fogjuk szépen beszélni a dolgokat, rendben? Természetesen rendben van, de 7 óra után kellene jönni, mert a doktor úr délután műtétet végez. Ahogy látom a kartonon, pont az ön édesanyját. Когда наполовину или когда прервали разговор, я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор.